A kerület hete alkalmából idén is köszöntötték az újbudai díszdiplomás orvosokat, gyógyszerészeket, pedagógusokat és a pályakezdő pedagógusokat. A diploma szerzés óta eltelt időtől függően arany, gyémánt, vas, illetve rubin fokozatú okleveleket osztottak ki. Ez azt jelenti, hogy a díjazottak 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt kapták meg diplomájukat. Mencsik Győző, a Budapesti Műszaki Főiskola egyik alapítója, út- és vasútépítést tanította a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szerinte a hivatástudat kialakulásának része, hogy a tanár legyen barátságos a hallgatóival, de ne bratyizzon velük. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én rögtön a tanulmányai befejezés után tanszékre kerültem, sőt, harmadéves koromban már demonstrátor voltam, és ezáltal a hallgatókkal együtt értem mindvégig, és a hallgatókkal nagyon jó barát, nem voltunk tegező viszonyba, nem volt bratyi, de nagyon is együtt éltünk, együtt dolgoztunk, együtt voltunk, látták a színét, javát, visszáját, mindenét. Hoffmann Tamás polgármester a köszöntés alkalmából emlékeztetett, hogy az elmúlt években jelentősen javult a két szakma társadalmi presztízse. Az egészség és oktatás ügyben dolgozók munkájukkal hitvallást és hivatást nyertek egyszerre. A polgármester szerencsésnek tartja, hogy a kerületben számos olyan magas színvonalú oktatási intézmény van, amelyek ide csábítják a tanulni vágyókat, akik sok esetben itt is maradnak. Ami szerintem nagyon jó és nagyon fontos ma az, hogy generációk egymást követik a szakmájuk, hivatásuk gyakorlásában, tehát átadják a generációk egymásnak, illetve nagyon sok olyan pályakezdő pedagógussal beszélünk, akik helyben ugyanabban az intézményben folytatják most már tanárként, pedagógusként a munkájukat, ahol előtte tanultak. Ezt a példát támasztja alá Bárdi Enikő is, aki a köszöntött pályakezdő pedagógusok sorát gazdagította a rendezvényen. A Farkasréti Általános Iskolában tanult, jelenleg pedig elsősöket tanít ugyanitt. Számára nem volt kérdés, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Van egy videó arról, hogy 3 évesen azt mondtam, hogy én ezt szeretném, és ezt csak utólag találtuk meg, tehát ugye erre nem emlékezett a családom, de már nem tudom, óvodában is mondtam, hogy óvónéni, utána iskolában már határozottan, hogy tanítónéni, még kis táblám is volt, macikat ültettem oda, nem tudom, mindig is ezt szerettem volna. Bárdi Enikő szerint a jó pedagógus titka a hivatástudatban és a szeretetben rejlik.